Torinói lepel. Egyesek szerint Jézus halotti leple. Ám a radiokarbon vizsgálat mást igazol. A tudomány évtizedeken át képtelen volt megfejteni a véres két más eredetét. Ez nem egy festmény és nem egy nyomat. Ilyesmi művészeti módszerekkel nem hozható létre. Egy vitatott elmélet szerint mégis a világ egyik legnagyobb művészének alkotása. A torinói lepel helye nem egy templomban van, hanem egy természettudományi múzeumban. Leonardo da Vinci lenne minden idők legnagyobb szemfényvesztője. Leonardo da Vinci és a torinói lepel. Egy meggyilkolt férfi halvány, kísérteties képmása egy vásznon. A szövetbe vér és verejték ivódott. A férfi hátán szörnyű sebek. Szúrások nyoma a melkasán és a csuklóján. Véres gyűrű a feje körül. Ezt a vásznot évszázadokon át Krisztus halotti leplének hitték, a keresztények legbecsesebb erekéjének tartották. Keletkezésének módja évtizedeken át foglalkoztatta a kutatókat. Az elmúlt 30 évben legalább 50 olyan próbálkozásnak voltam tanúja, amelyek során megpróbálták reprodukálni a leplen látható képet, annak fizikai és kémiai jellemzőivel együtt. Ez senkinek sem sikerült. A tudomány nem talált választ a kérdésre, több száz órányi vizsgálattal sem, nem képes reprodukálni a képmást. Bárki is alkotta, mesteri munkát végzett. Nem lehetett más, mint tudós, anatómus és feltaláló egyszerre. Az egyik leginkább vitatott elmélet szerint a lepel egy kiváló művész és tudós műve Leonardo da Vinci-é. Ő készítette a világ legismertebb festményét, a Mona Lisát. De vajon ő hozta létre ezt az erekét is? A lepel egyik legelső írásos említése 1353-ból származik, a Párizs melletti Lyrii templomból. Maga a vászon jelenleg a kíváncsi tekintetek elől rejtve egy golyóálló üvegvitrénben van az olaszországi torinói katedrálisban. Bár nem látható, mégis zarándokok ezrei keresik fel a templomot, hogy imádkozzanak a Jézus halotti leplének tartott textília előtt, melyet szent véráztatott. Ez a halszálka mintásan szőtt lemvászon 436 cm hosszú és 110 cm széles. A közepén mintegy 4 méteres hosszban egy férfi alakja látszik előről és hátulról. A kelme, melyet az évszázadok során több száz kéz érintett, kétszer megégett és el is ázott. E hatások ellenére a kép más sértetlen maradt, bár nagyon halványá vált. A kontraszt növelésével a férfi kép élesen kirajzolódik. Létrejöttét az évtizedek óta tartó kutatás ellenére napjainkban is homály fedi. Ma már nem csak szabad szemmel vizsgálják. Kutatásában az első nagy áttörést 100 évvel ezelőtt a fotográfia megszületése jelentette. 1898-ban a leplet 400 éven át birtokló Savoyai család megbízta Secondo Pia amatőr fotográfust, hogy készítsen képeket a szent erekéről. A fotós váratlan felfedezést tett. Minden idők egyik legnagyobb rejtélyével találta szemben magát. Amikor meglátta az arcról készített első negatívot, majdnem hanyatt esett a meglepetéstől. Azt írta, hogy az Úr arcát pillantotta meg.
Ha a leplet fotónegatívként nézzük, akkor egy arckép vonásai, valamint vérnek és szörnyű sebeknek a nyomai tárulnak elénk. Puszta szemmel csak egy hosszú vásznat látunk, egy férfi körvonalával. Ha fotónegatívot készítünk róla, az azonnal élővé válik, és előtűnnek a részletek. A kép egy keresztre feszített férfi képmása. A részletgazdag negatív egyesek szerint azt igazolja, hogy a vászon Jézus halotti leple, melyet szentvéráztatott. Mindez bizonyítja Jézus halálát és feltámadását. 1978-ban, majdnem 100 évvel Pia felfedezése után a torinói lepelkutatási program, azaz a STURP, engedélyt kapott a savoiai családtól egy tudományos vizsgálatra. A NASA sugárhajtómű laboratóriuma és a Los Alamosi Nemzeti Laboratórium és a Sandia Laboratórium 24 kutatót küldött Torinóba, hogy részletes vizsgálatnak vesse alá a textíliát. A csoport hivatalos fotósa Barry Schwartz volt. A STURP feladatként kapta, hogy utazzon Torinóba és adjon magyarázatot a kép kialakulására. A csapat komoly tudósokból állt. Egy részük vallásos volt, a másik nem. A munka nem a vallásról szólt, hanem a tudományról. A csoport 5 napon és éjszakán átvizsgálta a vásznat és a képmást. Az ábrázolás elsősorban a részletessége miatt különleges. Az, aki karnyújtásnyira áll a torinói lepeltől, nem tudja, hogy mit is lát valójában. A kutatók elsődleges célja az volt, hogy kiderítsék, a képet tekinthetjük-e festménynek, ezért megvizsgálták röntgen, infravörös és ultraibolya tartományban is. Szövetmintát vettek és szemcséket gyűjtöttek. Ám minél tovább tanulmányozták a leplet, annál titokzatosabbnak találták. Az akkor elfogadott nézet szerint festmény volt. Azt hittem, hogy oda megyek, megnézem a képet, meglátom az ecsetnyomokat, majd hazatérek az ingyenes olasz útról. Elég volt 3-4 percig közelről néznem, hogy tudjam, ez nem festmény. Rájöttem, bármi is legyen, sokáig tart majd a vizsgálata. A kutatók apró festéknyomokat találtak a vásznon, de szinte észrevehetetlenül keveset. Ha a leplen látható festékszemcsékből kupacot készítenénk, akkor is mikroszkópra lenne szükség, hogy lássuk. A csoport azt is felfedezte, hogy a kép anyaga csak a szövetszálak felszínét fedi be. Ha a szövet folyadékkal, például festékkel érintkezik, az mindig átitatja a szálakat. Ez a hajszál csövesség miatt van így. Ebben az esetben nem történt ilyesmi, tehát az ábrázolás nem festmény. Mivel a kép anyaga csak a szálak felületén van, a kutatók arra gondoltak, hogy azt esetleg beleégették a textíliába. Az elmélet ellenőrzésére a vásznat ultraibolya fényben is megvizsgálták. A megperzselődött szálak fluoreszkálnak a speciálisan elkészített fényképeken. Amikor UV fluoreszcens fotót készítettünk a lepelről, minden megégett szál fluoreszkált, ahogy azt vártuk is. A kép azonban nem. Ennek tudatában biztosan állíthatjuk, magát a képmás nem hőhatás hozta létre. Tehát a két tűzvész okozta minden égésnyom világított, a férfi alak viszont nem. Így a kutatók ezt az elgondolást is kizárhatták. De ha nem égették a képmást és a színező anyag nem ivódott bele a szövetszálakba, akkor hogyan készítették? Erre a több száz órányi vizsgálat sem adott magyarázatot. Az volt a terv, hogy elmegyünk Torinóba, és kiderítjük, hogyan keletkezett a kép. A kérdésre végül nem sikerült választ találnunk.
Bár a kutatók arra nem jöttek rá, hogyan került a képmás a lepelre, a szénizotópos vizsgálatból kiderült az, hogy mikor szőtték az anyagot. 1988-ban a Vatikán engedélyt adott arra, hogy levágjanak a lepel bal sarkából egy 25 négyzetcentiméteres darabot. A mintát három részre osztották, és három különböző kormeghatározást végző laboratóriumba küldték, Arizonába, Zürichbe és Oxfordba. Egy ilyen erekje szénizotópos vizsgálata nagyon problémás, mert az eljárás roncsolja az anyagot. 6 hónap múlva megszülettek az eredmények, amelyek nemzetközi visszhangot váltottak ki. Mindhárom laborban ugyanazt találták. 95%-os biztonsággal állították, hogy a leplet Krisztus halála után 1000 évvel készítették, 1260 és 1390 között. Ez pedig azt jelenti, hogy a torinói lepel középkori hamisítvány. Ám ha hamisítvány, vajon ki volt képes létrehozni egy olyan képet, amelynek a készítési módját a legmodernebb eszközökkel sem sikerül kideríteni? Az 1988-ban végzett kormeghatározás nem sok kétséget hagy afelől, hogy a lepel a középkorban keletkezett, több mint 1000 évvel Krisztus keresztre feszítése után. Ebből azonban azt nem tudhatjuk meg, hogyan került rá a kép. Lehetséges, hogy az, amit látunk, egy létező test lenyomata? Fredrik Zugabi, törvényszéki patológus számtalan bünténnyomait vizsgálta meg 50 éves karrierje során. Azt állítja, hogy ilyen vérnyomok valóban kerülhettek a vászonra egy megkínzott és keresztre feszített férfiról. Jól látszanak a sérülések nyomai. Duzzanatok vannak a szemek felett. Itt látható egy a jobb szem alatt az arcon, és a bal szem alatt is. Amint látják, az orr porcos része letört a csontról együttés nyomán. Az állkapcson is van egy duzzanat ezen a részen. A hajat vér itatta át, és ez szintén jól látszik. Lehet, hogy az illető nem Krisztus, de hasonló kínokat állt ki az utolsó óráiban. A testen flagrum nyomai láthatók, egy olyan korbácsé, amelynek bőrszalagjaira fémdarabokat kötöztek. A fémdarabok az izmokba hatoltak, darabokat tépve ki belőlük, és az idegekből, valamint az erekből. A súlyuk miatt a test előső részéig is elértek, és ott is hasonló roncsolást végeztek. A leplen lévő alak lábán, hátán, hasán és nyakán összesen több mint 100 korbácsütés nyoma látszik. Zugabit leginkább a kezeket átütő szegek nyomai győzték meg. A torinói leplen látszik a kézfej sérülése a csukló közelében. Ha a szög itt ment keresztül a hüvelykujj tövénél, akkor a hegye pontosan ott bukkant elő, ahol a leplen is látszik. Ez a pont erős, nagy tömeget elbír, akár 100 kilót is. Bár a vérnyomok és a sebek meggyőzték Zugabit arról, hogy ez egy keresztre feszített emberképmása, a kormeghatározás szerint biztos, hogy nem Jézusé. De akkor kié, és hogyan került a kép a lepelre? A kutatók évtizedeken át próbálták reprodukálni a jelenséget úgy, hogy valódi testeket csavartak hasonló vásznakba. Emily Craig törvényszéki antropológus elmondása szerint minden kísérlet az úgynevezett gömbhatás problémába ütközött. Egy elmélet szerint a leplet egy emberre tekerték, akit valamilyen festékanyag borított. Ez nem állja meg a helyét, mert így az arányok megváltoznának.
Ha szemből nézünk egy arcot, a két fő közötti távolságot, nagyjából 18 centiméternek látjuk. Az arányok helyesek. Ha az arcra vásznat csavarunk, majd azt kiterítjük, a fülek közötti távolság sokkal nagyobb lesz. Ezzel a módszerrel sohasem kapjuk vissza a valódi arányokat. Ha egy háromdimenziós tárgyra, például egy fejre tekerjük a textíliát, az azon megjelenő képmás meglehetősen torz lesz. A fül és a szem között megnő a távolság, így az arc szélessé válik. A kép a lepel képmásával ellentétben nem fog emberi arcnak látszani. Néhányan úgy gondolják, hogy a testből gáz szivárgott, és az hozta létre a képet a vásznon. A lepelhez közelebb lévő testrészek, például az orrhegye, a homlok és a szakáll erősebb nyomot hagytak. Ez az elmélet számot ad a kép egyik oldaláról, de mi a helyzet a másik oldallal? A férfi háta hozzá kellett, hogy érjen a vászon alsó részéhez. A test teljes súlya erre nehezedett. Ennek egészen sötétre kellett volna festenie a leplet, ezzel szemben a férfi hátát ábrázoló rész hasonló az előső oldalhoz. Olyan, mintha a képet kifejezetten azért hozták volna létre, hogy bemutathassák. Ha ez igaz, akkor az alkotója egy zseniális csaló, aki művészetének mestere volt. Azt hiszem, azt a látszatot akarta kelteni, hogy ez a lepel borította Jézus testét, és ez remekül sikerült neki. Ki volt képes ilyen pontos képet létrehozni Jézusról? Egy annyira jó képet, amely még a tapasztalt törvényszéki szakértőket is megtéveszti. A csaló egy eretnek volt, aki nem átallotta Jézus szent megváltó vérét hamisítani. A kis ujjában kellett legyen az anatómia, és az a technológiai tudás, amellyel mindenkit átvert, egészen a 20. századig. Lim Picknett író és Clive Prince történész elmélete szerint a szálak minden idők egyik legnagyobb művészéhez, Leonardo da Vincihez vezetnek. Ő nem volt hajlandó az egyház tanításai szerint élni, és elutasította korának társadalmi konvencióit. Leonardo nem festményt, rajzot vagy nyomatot akart csinálni. Nem egy szokványos képet, hanem olyas valamit, amit az emberek csodának hisznek. Vajon kockáztatta volna az életét vagy a szabadságát azzal, hogy hamisítja minden idők legfontosabb elekjéjét? A torinói lepel a világ legismertebb, legtitokzatosabb erekjéje, és majdnem biztos, hogy hamisítvány. Egy tapasztalt művész alkotta. Lehet, hogy Leonardo da Vinci. Leonardo Itáliában született a 15. században. Ő festette a világ legértékesebb képeit, többek között a Mona Lisát és az Utolsó vacsorát. Egyszerre volt mérnök, feltaláló anatómus és az optika tudományának úttörője. Ráadásul a művészet és a tudomány forradalmának korában, a reneszánsz idején élt. Leonardo rendkívül modern embernek tartotta magát, olyannak, aki alakítja a jövőt. Vajon képes volt valósághű képet készíteni egy keresztre feszített férfiról? Ráadásul olyan módszerrel, amelyet máig sem sikerült megfejtenünk. Leonardo sikerének titka a közvetlen megfigyelés. Úgy gondolta, a tökéletes hasonlóság eléréséhez nem elég a felszínt vizsgálnia.
Leonardo szerette volna megérteni, hogyan járunk, hogyan látunk és hogyan működik a testünk. Jól tudta, ehhez le kell nyúznia a bőrt, meg kell néznie az izmokat, azok méreteit, elhelyezkedését, mozgását. A firenzei kórház nyírkos pincéjében Leonardo titokban felboncolta a halottakat. Gondosan megvizsgálta őket, hogy feltáruljanak előtte az emberi test titkai. Leonardo volt az első művész, aki boncolást végzett. Ez lenyűgöző. A reneszánsz korábbi időszakában is akadtak olyanok, akiket érdekelt az anatómia, de boncolásra senki sem gondolt. Kivette a belső szerveket. Részletes rajzokat készített az izmokról és a szövetekről. Megfogalmazta az ember anatómiájának első tételeit. Felállított egy szabályrendszert, melynek segítségével tökéletes arcot rajzolhatott. Leonardo a boncolás során páratlan anatómiai tapasztalatot szerzett, és ezzel az akkori orvosok nagy részén is túltett. Számtalan sérülést és rengeteg vért látott, így képes lehetett arra, hogy valósághűen ábrázoljon egy keresztre feszített férfit. Egyik jegyzetében 1490 körül arról ír, hogy valakitől kapott egy csontot, amelyen szeget ütöttek át. Csak egy oka lehetett arra, hogy ez iránt érdeklődjön, és pedig az, hogy a keresztre feszítést tanulmányozta. Leonardo tehát megalkothatta a képet, de miért vállalta volna a kárhozatot egy ilyen fontos erekjének, Krisztus halotti leplének a hamisításával? A válasz az, hogy nem volt megrögzött keresztény. A tudomány érdekelte, nem a vallás. Nem az egyház törvényei szerint vegetáriánus étrenden élt, vasárnap is dolgozott, és elmerült az alkímiában. Leonardo da Vinci az egyház szemében eretneknek számított. Jézus megváltó vérének hamisítása nem okozott neki problémát, mert nem félt attól, hogy elkárhozik. Leonardót talán nem is csak eretnegsége ösztökélte a csalásra. A középkorral foglalkozó Larissa Tracy szerint jómódú vevők megrendelésére készítette a szent erekjét. Az a család, amelyik a lepelhez hasonló erekét birtokol, könnyen befolyásossá válhat politikai és vallási téren. A zarándokoktól ráadásul jelentős vagyonhoz is juthat. A torinói lepelről nem azóta van szó, hogy kiderült róla a hamisítás ténye. Először 1353-ban a franciaországi Lirében említik a vásznat, amelyről ma úgy gondolják, hogy a középkorban másképpen nézett ki. Akkor Franciaország egyik legősibb nemesi családja, a de Charny család birtokolta, amelynek tagjai a templomos lovagok leszármazottai voltak. Tömegek gyűltek össze, hogy lássák az erekjét. A család a szent tárgy közzétételével nagy vagyont gyűjtött össze egészen a 14. századig, amikor is a leplet hamisítványnak egyszerű festménynek bélyegezték. 1389-ben Pierre d'Arcy püspök levelet írt 7. Kelemen pápának, amelyben arra panaszkodott, hogy a lepel utánzatát a szomszédos templomban mutogatják. Azt állította, hogy az elődjét becsapták, és hogy a csalás 30 éve történt. A legnagyobb gondja azonban az volt, hogy a helyet zarándokok látogatják, akik sok pénzzel támogatják a kis templomot. Azt akarta, hogy a pápa állítsa meg őket. A de Charny család 1453-ban első Lajos savoyai hercegnek, Itália egyik befolyásos familiája fejének adományozta a hamisítványnak tartott leplet, amely az ezt követő 50 évben szinte eltűnt a nyilvánosság elől. Az évtizedek alatt azonban szemmel látható változáson ment keresztül. Amikor újra feltűnt, már nem volt többé hamisítvány. A torinói lepelről egyértelműen állították, hogy erekje, sőt, maga a pápa is kijelentette, hogy eredeti. Ekkor nem csak a hozzáállás változott meg, hanem úgy gondoljuk, hogy maga a lepel is. Új, javított állapotban jelent meg ismét.
Az új, javított lepel akkor készülhetett, amikor a korábbi hamisítvány a 15. század végén eltűnt. Ez az időszak Leonardo da Vinci művészetének virágkora. Vajon a mester és a befolyásos savoyai család fogott össze, hogy megtévessze a világot? A torinói lepel a keresztények leghíresebb ereklyéje. A történelmi források azonban azt sejtetik, hogy a lepel annak a korábban eltűnt lemvászonnak az új változata, amelyet a 14. században már hamisítványnak minősítettek. Valószínű, hogy a ma ismert lepel nem azonos azzal, amelyet Liriben az emberek elé tártak. Talán új leplet csináltak, hogy helyettesítsék a régit. Nagyon is lehetséges, hogy készült egy új a korábbi helyett, különösen azért, mert az évekre eltűnt szem elől. Lehetséges, hogy az új tulajdonos a savoyai család felkérte Itália legnagyobb művészét, hogy hozzon létre egy valódibbnak látszó változatot? Leonardónak megvolt hozzá a szükséges szakismerete. Eleget tudott az anatómiáról és a test izomzatáról, és megvolt minden eszköze is, amellyel a leplen található képet megalkothatta. Leonardo sok gazdag itáliai családnak dolgozott. A firenzei könyvtárban bizonyítékokat találtak arra, hogy közvetlen kapcsolatban állt a savoyai családdal. Erről a rajzról úgy tartják, hogy Leonardo önarcképe. A festmény a savoyai család birtokában állt, ahogy a torinói lepel is. Ha a savoyai család valóban megbízta Leonardót, hogy készítsen egy eredetibbnek látszó ereklyét, akkor nem kértek tőle semmi újat. Az ereklye hamisítás igen elterjedt üzletág volt a középkorban egészen a 14. század végéig. Ekkor jelent meg a torinói lepel Franciaországban, ahol az egyházban egyre terjedt az erkölcsi züllés. Az ereklyék szinte vonzották magukhoz a zarándokokat, de mindenek előtt a zarándokok pénzét. A legjövedelmezőbb ereklyék pedig azok voltak, amelyek közvetlen érintkezésbe kerültek Krisztus testével. Megtaláljuk Jézus levágott lábujkörmét, a kereszt kisebb-nagyobb darabjait. Ezekből több ezer is létezik. Sőt, a Szent Fitymát is. A középkorban legalább 4 vászonról állították, hogy az Krisztus halotti leple. A torinói közülük az egyetlen, amelyen képmás is található. A torinói leplet tartják a legnagyobb ereklyének, mert ha bebizonyosodik róla, hogy valódi, akkor közvetlen kapcsolatban állt a megkínzott és keresztre feszített Krisztus testével. Ha valódi, akkor ez volt az, amelyet Krisztus a föltámadásakor maga mögött hagyott. A Jézus egész testét ábrázoló és szent megváltó vérét tartalmazó lepelnél nem is kell jobb ereklye egy befolyásos családnak. Le a kalappal a savoyaiak előtt. Nincs írásos bizonyíték arra, hogy Leonardo da Vinci hozta létre a torinói leplet. Erről semmi sem található a jegyzeteiben. Igaz, a Mona Lisáról sem. Ha Leonardo elfogadta a savoyai család megbízását, akkor titokban kellett dolgoznia. Amikor megbíznak valakit egy ereklye hamisításával, akkor a művész személyét sosem fedik fel. Sosem ismerték be, hogy a lepel hamisítvány, mert veszélyes lett volna olyasmiről állítani, hogy hamis, amit az emberek szentként tisztelnek. Egy valami látszik megdönteni a Leonardo da Vinci elméletet. A szénizotópos vizsgálat szerint a lepel anyagát 1260 és 1390 között szőtték. Leonardo azonban csak 1452-ben született, tehát több mint 60 évvel később. A textília keletkezésének kora tehát meghatározható, magáé a képé viszont nem. Az azonban valószínű, hogy ha Leonardo egy 1000 éves halotti lepel hamisítására készült, akkor ahhoz olyan anyagot választott, amelyik réginek látszott, és ő ehhez éppen a megfelelő helyen élt. Leonardo da Vinci idejére Firenze nagy kereskedelmi központtá vált. A mester könnyen szert tehetett egy régi vászonra.
Leonardo tehát éppen jókor volt jó helyen ahhoz, hogy újra teremtse az erekét. Ám ha ő tette, hogyan alkotta meg a képet? Egy új felfedezés most talán felfedi a lepel titkát és magyarázatot ad arra, hogy hogyan csapta be egy zseniális művész az egész világot. Az elmúlt 40 évben nem sikerült meghatározni a leplen látható kép készítésének módját. A vérnyomok és a sebesülések egyértelműen egy olyan emberhez tartoznak, akit megvertek, megkorbácsoltak és keresztre feszítettek. Emlék Rég törvényszéki antropológus szerint a test alakja és méretei elárulják, hogy a kép hamisítvány. Anatómiailag hibás. A karok túlságosan hosszúak, az ujjak is, a fej és az arc pedig nem arányos a testtel. Szemből és hátulról eltérő a test magassága. Antropológusként határozottan állíthatom, hogy az ember ugyanolyan magas, függetlenül attól, hogy az illetőt szemből vagy hátulról nézzük. Volt, aki az aránytalanságot a hullamerevséggel magyarázta, vagy azzal, hogy a testet meghajlították, de ez az elgondolás téves. A tökéletlenségek felkeltették Nicolas Alain művészettörténész figyelmét is. Ő azóta foglalkozik a lepellel, hogy 20 éve nyilvánosságra hozták a szénizotópos vizsgálat eredményét. Ahelyett, hogy megpróbáltak volna rájönni arra, hogyan készült a kép más, a kutatók elintézték az ügyet azzal, hogy a tárgy hamisítvány. Úgy gondoltam, végül is nem ez az érdekes. Ezért neki láttam, hogy kiderítsem, hogyan készült a kép. Alain úgy gondolja, hogy a rejtély megoldása a férfi furcsa test arányaiban rejlik. Több mint 20 éves kutatás után végül kidolgozott egy olyan elméletet, amely magyarázatot ad a torzulásokra. Eszerint a halotti lepel a történelem első fényképe. Ha megnézzük a torinói vásznat, akkor szabad szemmel is látjuk, hogy rajta egy ember negatív képe van. Ha a fényképet készítünk róla, az pozitív lesz. Ez pedig azt jelenti, hogy a lepel úgy viselkedik, mint egy negatív, tehát valószínűleg fotográfiai úton keletkezett. Ez a tanyaházról készült felvétel a világ első ismert fényképe 1825-ből. Lehet, hogy a torinói lepel egy sokkal korábbi fotó. Bár a fényképezőgépet csak a 19. században találták fel, előfutára a Camera Obscura már Krisztus előtt 400 körül is ismert volt. Alain bizonyítani akarja az elméletét, ezért felállít egy Camera Obscurát és megpróbálja újra létrehozni a képet. Kilógat egy bábút az épület mellett, bent elsötétíti a szobát, a falba pedig kör alakú lencsét épít. Ezután kifeszít egy hosszú kelmét. A vásznat korábban ezüst tartalmú anyagba mártotta. Az ezüst fényérzékenyé teszi a textíliát, mintha az film volna. A felhasznált anyagok már a 15. századi Itáliában is elérhetőek voltak. Erre az időszakra tehető Leonardo művészetének fénykora. Amikor leveszi a lencséről a védőt, a fény beáramlik a szobába, és egy fotográfiailag tökéletes képet vetít a bábúról fejjel lefelé a kelmére. A filmes fényképezőgép pontosan így működik, azzal a különbséggel, hogy Alain film helyett egy fényre érzékeny szövetre vetít. Az ezüst reakcióba lép az ultraibolya sugarakkal, és megváltozik a színe. A bábuk képe lassan beleég a szövetbe. Úgy látszik, mintha a kép beleégett volna a szövetbe, pedig azt nem hő, hanem kémiai reakció hozta létre. A folyamat 3 napig tart.
Amikor a lencsét letakarjuk és felgyújtjuk a villanyt, a vetített kép eltűnik, halvány égésnyomot hagyva maga után. Ha ezután lefényképezzük a szövetet, a negatív egy rendkívül részletgazdag képet mutat. Éppen olyat, mint amilyen a leplen látható. A 90-es évek elején készítettem az első ilyen felvételt, és nagyon izgatott voltam. A kemény munka kifizetődött. Allen úgy gondolja, hogy a leplen a képmást több lencsével hozták létre, három különböző kezdetleges expozícióval és ugyanarra a szövetre rögzítették, egy kép készült előről, egy hátulról és egy részletesebb a fejről. Ez megmagyarázza azt, hogy miért látszik a fej túl kicsinek a testhez képest, és miért eltérő a test mérete szemből és hátulról. Elég nehéz pontosan illeszteni a fejképét a testről készült felvételhez. Különösen akkor, ha nincs semmilyen mérőműszerünk, és csak szemmel becsülünk. Ilyenkor biztosan eltérünk néhány százalékkal. Allen úgy gondolja, hogy a fénykép létrehozása után a művész valódi vérrel imitálta a kínzás és a keresztrefeszítés okozta sérüléseket. Allen szeretné, ha a kutatók újra megvizsgálnák a leplet, mivel úgy gondolja, a vászon még tartalmazhat ezüst szulfidot. Ha erre a vizsgálatra sor kerülne, az egyszer és mindenkorra tisztázhatná a rejtélyt. A vászonban molekuláris szinten talált ezüst szulfid végleg megerősíthetné a fénykép elméletet. Ha Allennek igaza van, és a torinói leplen látható képet kamera obszkúrával készítették, akkor az alkotó nagy valószínűséggel Leonardo da Vinci volt. Őt lenyűgözték a fény és a lencsék csodái, jegyzeteiben pedig megtalálták a kamera obszkúra egyik legelső leírását és rajzát. Az ábrákon látszik, amint a fény áthalad a lencséken, és fordított képet vetít egy sík felületre. Az eszközt Leonardo Oculus Artificialisnak, vagyis műszemnek nevezte. Akinek megvolt a tehetsége és a szakértelme a kamera obszkúrához, vagy bármilyen korai fotótechnikához, az Leonardo da Vinci lehetett. Lynn Pickner szerint Leonardót semmi sem állíthatta meg, hogy valósághűen ábrázoljon egy megkínzott, keresztre feszített embert. A Lennvásznon található képmást nézve nem egy festett képet látunk, hanem egy keresztre feszített ember fényképét. Leonardo fogott egy testet azok közül, amelyeket boncolásra félretett, és azt valóban keresztre feszíthette. A leplen megörökített férfi tehát a Leonardo által felboncolt tetemek egyike lehetett. De mi a helyzet a fejjel? Szinte kizárt, hogy akad a hullaházban egy olyan test, amelynek az arca hasonlít Krisztuséra. Vajon kit tarthatunk a művész Krisztus modelljének? A torinói leplen látható portré világszerte elfogadott Jézus képmássá vált. A textília megtalálása előtt Jézust számtalan módon ábrázolták. Egyes helyeken borotvált arccal, másutt szakállasan tűnik fel. Néhány képen világos és hosszú a haja, míg másokon sötét és rövid. A torinói lenvászon egyszer s mindenkorra megváltoztatta a Krisztusról alkotott elképzelésünket. Bárki is hozta létre a leplet, olyan arcra volt szüksége, amelyről az emberek elhiszik, hogy az Isten fiának képmása. Vajon ki ez a férfi? Hihetetlen, de a válasz talán évszázadok óta ott van a szemünk előtt. Egy fényképész és számítógépes művész 2009-ben olyan nyomokat fedezett fel a képen, amelyek elárulhatják a férfi személyazonosságát. Ez bizonyíthatja azt is, hogy Leonardo részt vett az évezred csalásában.
1987-ben a Bell grafikusa Lilian Schwartz részletes méréseket készített két arcképről. Az egyik Leonardo Mona Lisa-ja, a másik pedig öregkorában készített önarcképe volt. Az adatokat összehasonlítva olyan felfedezést tett, amely megrengette a művészvilágot. Kezdett megjelenni a kép, amely félig Leonardo, félig Mona Lisa arca volt. Kirajzolódott a fejtető, a homlok, aztán szépen lassan a szem is. Nehezen tűrtöztettem magam. Aztán megjelent az orr is, én pedig felsikítottam. A két arc tökéletesen összeillett. Minden emberi arc egyedi, akár csak a hópelyhek, nincs két ugyanolyan. Ez az egyezés tehát azt jelenti, hogy a Mona Lisa modellje maga Leonardo lehetett. Lilian Schwartz méréseket is végzett a két arc meghatározó pontjain. Megvizsgálta a szemzugot, a szemek közti távolságot, az orrhosszát és a szemek fölötti területet, a szemgödröt. A két arc arányai tökéletesen megegyeztek. A felfedezés megdöbbentő volt. Leonardo tehát elég merésznek tűnt ahhoz, hogy a saját arcát használja fel a Mona Lisa-hoz. Vajon a lepellel is ugyanezt tette? Amikor felkértek, hogy hasonlítsam össze Leonardo önarcképét a leplen látható arcképpel, azt gondoltam, hogy ennek semmi értelme. A két arc arányai teljesen eltérőnek látszottak. Schwartz digitalizálta Leonardo portréját. A két arc azonban annyira eltérő szögben áll, hogy az összehasonlítás lehetetlen. Rájöttem, hogy ezt az elemzést nem tudom végrehajtani, mert a két arcnak ugyanabba az irányba kell néznie. 2009. januárjában Schwartz egy másik Leonardo rajzzal kezdett foglalkozni. Ez a tanulmányrajz csupán egy a több ezer rajz közül, amelyet a mester az arc arányainak megfejtéséhez készített. Megszállottan kereste a tökéletes arcot. Schwartz megvizsgálta a rajzot és az adatokat összehasonlította a lepelről vett értékekkel. Az eredményektől megdöbbent. Fogtam a rajzot, amelyet Leonardo a saját arcának arányairól készített. Nem hittem, hogy találok valamit, csak meg akartam nézni. Aztán mégis egymás mellé raktam a két portrét. Félbevágtam őket, hogy lássam, milyenek együtt. Legnagyobb meglepetésére a két arc arányai tökéletesen megegyeztek. A szemek egymás mellé kerültek, és a fejtető is. Folyton azt hajtogattam, hogy nem, ez nem lehet. De aztán megjelentek az orcák, a száj, és megint minden azonos volt. Ez hihetetlenül izgalmas. Ha az ember egy ilyen felfedezést tesz, az nagyon jó érzés. Lilian Schwartz nem tudja, ki készítette a leplen látható képet, de bizonyítékai vannak arra, hogy bárki is csinálta, Leonardo arányrendszerét használta fel hozzá. Semmi kétség. Az elmúlt hetek kutatásai egyértelműen bizonyítják, a leplen látható arc Leonardo arányrendszerének megfelelően készült. A meglepetéseknek ezzel még nem volt vége. Ez a festmény a Salvator Mundi, amelyről egyes művészettörténészek úgy gondolják, hogy Leonardo da Vinci ifjúkori önarcképe. Amikor Lilian Schwartz ezt az arcot vetette össze a lepel képmásával, közel tökéletes egyezést talált. Megdöbbentem. Ez az analógia hihetetlennek tűnt. Az orrhegy és a szemek távolsága azonos volt. Ezek az adatok pedig nagyon fontosak.
Az egyezés azt mutatja, hogy a két képmás egyetlen emberé. Lehetséges, hogy a világot évszázadokra elkápráztató lepel arcképe Leonardo da Vinci portréja. A leplen látható arc és a Salvator Mundi minden pontban tökéletesen egyezik. Ez egy kísérteties és döbbenetes felfedezés volt. Életem legizgalmasabb élménye. Ez az a kapocs, amelyet olyan sokáig kerestünk, és amely összeköti Leonardót a lepellel. Ugyanakkor nem éppen az, amit vártunk. Ha az ember ránéz a két arcra, nem látja őket hasonlónak. De ha elvégezzük a vizsgálatokat, akkor olyan egybeeséseket találunk, mintha a leplen Leonardo aláírását fedeztük volna fel. Lynn Pinkett és Clive Prince úgy véli, hogy a reneszánsz mester másolatot készített a saját arcáról, és azt fotózta le. Leonardo a világ legszebb asszonyának, Mona Lisának és a torinói leplen látható férfinak, Isten fiának is a saját arcát adta. Úgy gondoljuk, hogy mindkettő egy tréfa az utókornak. Jó tréfa is volt úgy 500 évig. Ha Leonardo tudta volna, hogy 500 évvel a halála után még mindig zarándokok generációi tisztelegnek az arcképe előtt, jót nevetett volna. Talán úgy is érezné, hogy sikerült az, amit eltervezett. Leonardo boncolásokat végzett, ezért könnyedén hozzáférhetett holttestekhez és vérhez. A fény és a lencsék iránti lelkesedése pedig talán elvezette ahhoz a technikához, amellyel egyedülálló elszántsággal és becsvággyal létrehozta minden idők legkegyetlenebb hamisítványát. Amikor megláttam a torinói leplet, áhítatot éreztem én is. De inkább azt a tudományos színvonalat és leleményességet csodáltam, amely az elkészítéséhez kellett. Akkor értjük meg leginkább Leonardo da Vincit, ha tudjuk, mekkora vágyjal szeretett volna valamit az utókorra hagyni. Nem a létrejött műalkotás volt fontos a számára, hanem saját maga. A torinói leplet gondosan őrzik a kíváncsi tekintetek elől. A katolikus egyház megtiltott minden további vizsgálatot. Amíg nem engedélyezik a további elemzéseket, ez a kép megmarad a történelem legcsodálatosabb titkának. Bármilyen elmélet is lát napvilágot a jövőben, annak magyarázatot kell adnia arra, hogy a leplen látható arc és ez az 500 éves festmény miért egyezik meg tökéletesen? A magyar változatot a Spektrum Televízió megbízásából a Masterfilm Digital készítette.